Huszárok kíséretével ünnepélyes keretek között érkezik a Magyarok Kenyere program első adománya, amely idén is a Kárpát-medence magyar lakta területeinek rászorulóit segíti majd. A nemzeti összetartozást jelképező eseménysorozatot még 2010-ben egy pécsi jogász professzor, Korének László kezdeményezte. 7 évvel ezelőtt, amikor egyszer ültem a konyhaasztalnál Pécsen, és ott volt előttem egy szép kerek kenyér, hirtelen az villant át az agyamon, hogy vajon hol termett az a búza, amiből ez a szép kenyér készült. Ott azon a földön hányszor folyt a magyarok vére, verejtéke, könnye, és hogyha ezt most én megeszem, akkor ez belém költözik a 1000 éves magyar történelem, és elhatároztam, hogy megkóstolok egy olyan kenyeret, amit Magyarország minden tájáról összeszedett búzából készítünk. Tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy nagy tisztelettel átadjam Nyíregyháza megyei jogúváros nevében adományozó levelünket. A nemes kezdeményezést a nyíregyházi önkormányzat évek óta támogatja. Idén 10 mázsa gabonát ajánlott fel a rászorulók számára. Ennek a búzának ugye a végeredménye nagyon sok esetben ugye ebből készült liszt ugye olyan helyre fog kerülni, amely a Magyarországon, illetve a határon túli rászoruló gyermekeket nevelő intézmények fognak ebből kapni, és fognak ebből ugye táplálékot, testi és lelki táplálékot adni. Lelki táplálékot is, mert ugye ez a rendezvényen az adományozó is örömmel adja, és hogy kapja, szintén örömet érez. Úgyhogy ez így gondolom rendkívül fontos Nyíregyháza számára ez a program. Az Apagyi Aranykalász Fesztiválon megtartott nyitó eseményen jelen volt a Magyarországgyűlés alelnöke is, aki hangsúlyozta, a program sikere a nemzeti összefogásban rejlik. Ez egy összefogása a vidéki emberek, a gazdák összefogása annak érdekében, hogy a rászorulókat mindinkább tudjuk segíteni. De annak különös jelentősége van, hogy nem csak az ország határain belül, hanem a Kárpát-medencében élő összmagyarság összefogása búzaszemenként összerakva, összekeverve, nem nézve, hogy ki, honnan és mennyit, hanem azt, hogy adott és az a rászorulókhoz eljut. Az ország és a határainkon túli területekről felajánlott gabona ünnepélyes egyesítésére idén augusztus 7-én kerül sor. A lisztet és a kész kenyereket ezt követően juttatják majd el a rászorulókhoz.